Tessék! Szevasz, Tony! Hello! Gond van a sportkönyvvel. Bakala továbbra is keresztbe tesz. Menjen a francba. Tessék, Tony! Hoztam valamit. Neked, meg a családnak. David Yurman órák. 18 karátos arany. Gyémánt berakással. Miért van az az érzésem, hogy most valahol egy ékszerész kártérítést követel? Igazából szó sincs ilyesmiről. Meghalt Eddie nénikém. Ne. Az, aki Kaliforniába költözött, a 60-as években. Csodás nő volt. Egyedül ő tartott engem különlegesnek. Mit lehet tenni? Na, mindegy. Az öreg lány elég jól élt. A férje Viktor Borge ügynöke volt. Rám hagyta az örökségét, Tony. Több mint 2 millát. Apám. Bizony. Hát gratulálok. Mindenképp fektesd be. Hát igen, az a helyzet, hogy épp erről akartam beszélni veled. Tudod, hogy a családom mennyire imádja Floridát? Mi van, odavinnéd a lóvé egy részét? Vásárolnék egy házat Fort Myersben. Nyugdíjba vonulnék. Nyugdíjba? Mi vagy te, hokijátékos? 3 év múlva 50 leszek, Tony. Apám 52 évesen halt meg. Esküdtettél, Gene. Innen nem mész nyugdíjba. Ja, erre én is gondoltam. De ott volt banános Joe. Ugye, menj már! Ha? Mi lesz a sportkönyvvel, meg a többi dolgoddal? Azokat kinek passzoljam le? Bennynek. Bobby ezt akarná. És hát régóta ismerjük egymást. Igen, tudom. Még a kurva kosárcsapatból. Döbbenet, mi? Sokat jelentene nekem, meg Diennek. Még át kell gondolnom. Rendben. Hogyne.